Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Eddig a nemzetközi lehallgatási botrányról beszéltünk, aztán mostantól meg arról beszélünk, hogy mi is részesei lehetünk ennek a nemzetközi lehallgatási botránynak. A Wikileaks egy illusztrációs anyagot hozott nyilvánosságra, amelyen az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségnek a lehallgató átjátszó központjainak a helyszínét jelölték meg. Közte van Budapest is. Tarjányi Péter a vendégem, jó estét kívánok! Szép jó estét! Mi az a lehallgató átjátszó központ? Ez egy olyan berendezés együttes, illetve egy olyan csoportot is jelöl, amelynek az a feladata, hogy egy adott országban célzottan bizonyos emberekről, vagy szervezetekről információt gyűjtsön, mindenfajta technológiai megoldással rendelkeznek. Arra nem tudok válaszolni, hogy az Amerikai Egyesült Államok milyen technológiai eszközökkel rendelkezik, mert hogy ők 8-10 évvel járnak előrébb, mint a legfejlettebb európai államok legkorszerűbb hírszerzési eszközök. A terroristák meg általában 10-11 évvel szoktak előrébb járni. Hát pont ezért van az, hogy a terroristák általában a régebbi módszereket alkalmazzák, mert hogy egyszerűen egy kézben átadott üzenetet ma már nem lehet, és annak idején se lehetett lehallgatni. Egyszerűen azt kell látni, hogy olyan technológiai eszközökkel rendelkezik az Egyesült Államok, amely technológiai eszközökkel bármit le tudnak hallgatni, bárhol a világon. Most én tehát nem szervezeti egységre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy mi ez, hanem magát a technikát hogy képzeljük el? Tehát ezek mondjuk tévé antennának álcázott adó és vevő objektumok, épületek tetején, vagy mik ezek? Van ilyen része is, tehát különböző antennák, de nyilvánvalóan ezek megszólalásig hasonlítanak a normál eszközökhöz, tehát ami egy épület együttes tetején lehet, tehát műholdas átjátszók, különböző ilyen parabola antennák, tehát semmiben sem különbözik ettől. Igazán azt kell érteni, hogy az Egyesült Államoknak azért van hihetetlen előnye mindenkivel szemben, mert hogy az elmúlt 20-25 év globalizációs tevékenységben, a telekommunikációban, az informatikában tulajdonképpen az Egyesült Államokból jöttek ezek a technológiák, és ezeknek a technológiáknak a forráskódja a mai napig az Egyesült Államok területén található. Az, hogy maga az állam, tehát az Egyesült Államok kormánya, a szervezetei milyen kiskapukat engedtek és rakadtak bele maguknak ezekbe a szoftverekbe, technológiákba, a gyártófejlesztő cégek segítségével, ezt felmérni nem tudjuk. Most a legfrissebb információ az, ezt egy olasz lap írta, hogy Benedek pápát és a bíborosokat is le... Nincs benne? Mármint, hogy ön... Én nem vagyok benne. Okay. Szóval, hogy a pápát is lehallgatták, és nem. A bíborosokat is. Tehát ez iszonyat, egyre dagad ez a botrány. Igen, egyik oldalról ezt a részét értem. A másik része picit olyan szempontból milyen furcsa Európa és mindenki oldaláról, tehát ez a fajta fellépés, hogy mindenki tudja pontosan, hogy az Egyesült Államok totális hírszerzést folytat. Magyarán a bolygó egész területén a gazdasági folyamatokat, a politikai folyamatokat nézi, ellenőrzi, úgymond, mintha egy pulzuson rajta tartaná a kezét az orvos, figyelnek mindent. De a szakembereket, például most ez a Wikileaks átjátszó állomásos történet, meg egyáltalán ezek a lehallgatások egyáltalán meglepték? Szerintem nem. Egyáltalán. Tehát ön mondjuk ezt megelőzően hallott arról, vagy a munkája kapcsán közel került olyan ügyekhez, amelyek arról szóltak, hogy itt dolgoznak amerikaiak, és mondjuk dolgozzunk-e? Persze, tehát ez nem kérdés, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a hírszerző szervei szerte a világban működnek, Magyarországon is. Tehát nyilván a szövetségi rendszerben, akár a katonai szövetséget nézzük a NATO oldaláról, az, hogy az Egyesült Államok rendelkezik információkkal, és ezeket az információkat az adott országokban is ellenőrzi, és ezért hírszerzőket állomáshoztat a baráti... Évek óta így van? Persze. Baráti szövetséges országokban ez létezik. A kérdés most itt nem ez. Hiszen a szövetségi rendszer kapcsán az, hogy nekik van tájékoztatási kötelezettségük, információkat átadnak. Tehát például, hogyha egy terrorista sejtetők látnak Magyarországon, akkor nekik kutya kötelességük ezekről az információkról a magyar hatóságokat értesíteni.
Itt azért ők átléptek egy határt. Tehát a szövetségi rendszerben az is rögzítve van, hogy azért egymás ellen nem folytatunk hírszerzési tevékenységet. És az, hogy mondjuk lehallgatjuk egy országnak a kancelláriát, vagy lehallgatjuk egy másiknak a pápáját, ez így nem megfelelő, tehát lehallgatjuk a pápát, ez már valaki ellen dolgozás. Igen, ez de már az a kategória? Az a kategória, de ennek ellenére azért most egy ellenpéldával hadd éljek. Tehát ha a Fehérházban mondjuk Németország tudná azt, hogy német vállalatokhoz kapcsolódóan az Egyesült Államokban nagyon komoly döntéseket akarnak hozni, akár tőzsdei kérdésekben, gazdasági szankciók oldaláról, akkor Németország nem lenne kíváncsi arra, hogy a Fehérházban mi hangzódik el? Hát hogyne? Tehát, ez nem az én világom, de én így naivul azt képzeltem el, hogy ha erre kíváncsiunk Németország, akkor a béke barátság jegyében megkérdezik az amikat. Hát persze van békés barátság, van egy szövetségi rendszer, de ennek ellenére vannak olyan érdekek, amelyek ezeket a szövetségi rendszerben rögzített dolgokat felülírják. Igazán itt most az történt... Csak üzlet, vagy üzlet és politika? Üzlet és politika. Katonapolitika. Tehát, de az még súlyosabb. Meg az üzletet el tudom képzelni, nem tudom elképzelni, tényleg annyira idegen ez a világ tőlem, hogy oké, német vállalatokat érintő döntések, most megfordítottuk az egész történetet, döntéseket is, tehát németeket is érintő döntéseket akarnak hozni Amerikával, erre kíváncsiak vagyunk, mert egyetlen nem mindegy, ez a mi gazdaságunkat, a német gazdaságot jelentősen befolyásolja. De hogy mondjuk milyen katonapolitikai döntéseket hoz egy szövetségesünk, hát az meg már olyan, hogy tehát én akkor már azt feltételezem, hogy itt nincs abban bizalom, akkor ez nem szövetséges. Olyan szövetséges, akire azért oda kell figyelni. Tehát ez milyen szövetséges? Vagy van barátom, vagy nincs. Hát, akire oda kell figyelni, az nem a barátom. De szövetséges, mert mindaddig, amíg abba az irányba megy, amerre nekem is jó, meg neki is jó, de közben egymást figyeljük. Én azt gondolom, hogy így működik a világ. Hát most nézze, egy konkrét példát hadd mondjak. Az amerikai légierő egyik legnagyobb beszállítója ugye az F-16-osok kapcsán egy amerikai cég, a Lockheed Martin. Az Egyesült Államoknak szerintem fontos gazdasági érdeke, hogy pontosan azt tudja, hogy az Európai Unión belül, vagy a NATO szövetségesein belül valaki amerikai gyártmányú repülőgépeket, vadászgépeket, vadászbombázókat akar vásárolni, vagy ne adj Isten, svéd grippeneket akar vásárolni. És nyilván ezzel kapcsolatban akár a Lockheed Martin oldaláról, akár az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányától jön egy kérés egy hírszerző szervezethez, és egyfajta ilyen varázsgömbbe belenézve, hát ha tudják azt a választ, hogy mondjuk az Európai Unión belül, vagy a NATO-n belül az az ország, vajon milyen típusú, milyen fajtájú. Mégis a svédeket választja. Igen, és hát nyilvánvalóan, amikor svédeket akarnak választani, akkor megindul egy lobby, nevezzük így, amelyik próbálja... Szenátorok, akik próbálják befolyásolni olyan irányba, hogy esetleg mégis amerikai technológia legyen. Nyilván a lobbisták, azok a szakemberek, kommunikációs szakemberek is kell, hogy hátteret kapjanak. Kit érdemes megkeresni? Milyen információkkal, szokásokkal bír az az ember? Hogyan lehet vele kapcsolatba lépni? Hát nyilvánvalóan ehhez kellenek háttérinformációk, és milyen jó, hogyha ilyenkor valaki azt mondja, hogy hát ezt az embert érdemes megtalálni, ez és az ember. És minden reggel 8-kor megy a úszodába? Akár ezt is. Akár ezt is, de nem. Véletlen ott úszom mellette, és akkor oda súgom, hogy F-16, vagy... Nem, hát nem egészen így, tehát azért hát ennél azért ez jobban kitalált ez az egész rendszer, de nyilvánvalóan fölveszik egymással a kapcsolatot. De ne menjünk messzire, nézzük meg ezt az egész... Egyáltalán nem voltunk messze, így jártunk. Egész MOL ügyet. Most tényleg azt gondolja valaki, hogy Horvátország nem tud pontosan mindent Hernádi Zsoltról? Tényleg azt gondolja bárki is, hogy horvát oldalon nem ellenőrizték azt végig, hogy ő hogyan él, miként él, egyáltalán és milyen az ő egzisztenciája. Mert hogy nyilvánvalóan föl akarnak készülni az emberből? Hát egy ilyenfajta stratégiai kérdésnél... És ilyenkor nem csak az, most én abszolút teljes naivát játszom el, de hogy játszom tökre igazam, mert hogy belülről jön. Tehát nem arra kíváncsiak a horvátok, hogy
arra papírra, így, amit átnyújtott, hogy arra mit írt? Arra is. De nyilván nem a az, hátterét hogy is akarják. Van-e kandalló a házban? Nem. Tehát most nem, bocsánat, akkor félreértett. Tehát én most itt nem a házáról beszéltem, hanem magáról az emberről, a döntéseiről, az érzelemvilágáról, az, hogy ki ő valójában, mi az, ami őt mozgatja. Könnyű megtörni, fél adott esetben egy ilyen fajta helyzettől, hogy most körözést adnak ki ellene, visszatáncol, vagy egyébként egy kemény habitusú ember. Tehát számtalan oldala van, amikor információkat kell gyűjteni egy ügy kapcsán. Igazán, és visszatérve erre az egész ügyre, két nagyon-nagyon fontos lépés van benne, ami nem tetszik a világnak. Egyrészt az, hogy az Amerikai Egyesült Államok lelepleződött. Tehát, hogy mondjam, ez egy olyan világ, ahol azért erről tudnak, hogy igen, itt mindenki figyel mindenkit. Van de maga, akkor legalább csinálja ügyesen. De csinálja jól. Ne bukjon le ezekkel a dolgokkal, és ami ennél súlyosabb, hogy ezek az információk egy harmadik fél, egy olyan fél számára is ismerté váltak, vagy válhatnak, például most itt a Snowden ügy kapcsán, aki ugye az Oroszországban van. Oroszország abszolút egy új, most így fogalmaznék, egyfajta ilyen birodalmi szemlélettel látja a világot. Visszatért Szíriába, azt kell, hogy mondjam, hogy Szíriába kvázi leiskolázta az Egyesült Államok diplomáciáját. Hihetetlen módon erősödik Oroszország. Ebben a kérdéskörben egy olyan szakember és egy olyan szervezet, amelyik számtalan Európai Uniós állam vezetőjéről szerzett be információkat, egyszer csak megjelenik egy olyan közös ellenfélnél, és elmond mindent mindenkiről, ez a blamás teteje. Tehát nem csak az, hogy... Ez biztonságpolitikai szempontból is veszélyes. Ez egy óriási probléma. Tehát nem csak, hogy nem tudták megvédeni, tehát nem csak, hogy beszerezték felrúgva mindenfajta diplomáciai elvet és szabályt, szövetségi megegyezést az amerikaiak a gyanú alapján, hanem még egyébként ezeket az információkat nem is tudták megvédeni, és ez kiáramlott. Azt mondta arra a kérdésemre, hogy ez a magyar szakembereket meglepte, vagy egyáltalán tudtak-e arról, hogy itt mondjuk amerikai hírszerzés munkatársai dolgoznak, azt mondta, hogy nem, tehát ez egy nyilvánvaló volt. És ilyenkor a magyar hírszerzők mit csinálnak? Megpróbálnak ellenük dolgozni, vagy gátolni a munkájukat? Vagy pedig ez így teljesen természetes, hogy ők itt vannak, megint nagy hülyeséget érdezek, mert már most ők. Vagy akkor mi itt, tehát a magyar hírszerzők is mennek Amerikába, vagy hogy? Nem, tehát az, hogy megyünk ki Amerikába, ezt nem tudom. Igen. Nyilvánvalóan, amikor egy ország, és most akkor ne az Egyesült Államokról beszéljünk, túlságosan aktív. Csak egy példát hadd mondjak. Nem túlságosan aktív. Itt vannak Magyarországon. Magyar hírszerzés tudja, hogy itt vannak. Olyankor mit csinál? Figyeli őket. Figyeli a figyelőket? Hát itt mindenki figyel mindenkit. Tehát az amerikai figyelik a magyarokat, a magyarok az amerikaiakat? Így van, ez egy ilyen világ. Így van, és hogyha van egy bizonyos határ, amit átlép adott esetben az az ország, akkor kap egy figyelmeztetést. És a végén az amerikaiak azt figyelik, hogy a magyarok hogy figyelik őket? Adott esetben ezt is figyelhetik, igen. Aha, én kb. Egy óra alatt elveszíteném a fonalat. Nem hiszem. Szerintem ez azért annyira nem bonyolult. Köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönöm a lehetőséget.